megsértésre vonatkozó meghatalmazás, és 24-es sorszám előtt még tegnap kaptam egy orvosi beutalást laboratóriumba, amelyben a felkeres bejelentette, hogy nem jön, mert betegségével nem tudja bejelenni, akkor itt van el valamira nem beteget. Jó, fönntartják a felkereset ügyében. Igen, tisztelt képviselő, képviselő, kérem, hogy az írásban jól egészen változnak, hogy felkereset képviselő, 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 tisztelt bíróságok, per Benedictet valamennyi nyilatkozatunkat változatlanul. A per Benedictet valamennyi nyilatkozatunkat változatlanul fenntartjuk pont. Jó, akkor az alapelsőhez kérdezett lenne egy kérdésem. Ugye itt a szerződés rögzíti azt, hogy 15%-a növelkösszeget kapott meg a... vagy a szerződés 15%-a növelkösszeget rögzít a finanszírozási igényhez képest. Na most tud-e nyilatkozni egyértelműen az alapelsős arra, hogy mennyi forintnak megfelelő devizának megfelelő forintot folyósítottak az alperesnek. Tehát ezt a 12.123.073 forintot? Tehát mennyi volt az, amit ő a bank számlájára megkapott? A szerződés rögzítette a pontos összeget, hogy csinálni a keresztényt. De svájci frankban folyósították, hanem 95.949 svájci frank így a szerződés. Az a kérdésem, hogy ez a 12.123.073 forintnak felel meg, vagy ez 15%-kal több, nem? De vannak felel meg, illetve a svájci frank összeg 15%-kal több. Tehát akkor mennyit folyósítottak, mennyi az az összeg, amit az a felkeresnek a bank számlájára ment? A 95.949 forintnak, svájci franknak megfelelő forint összeg ment az mennyi volt? Az a 12.123.073 forinttól 15%-kal magasabb összeg volt. Tehát ha most én kiszámolom, a 12.123.073 forintnak a 15%-át és hozzáadom, akkor annyit kapok meg forintban a felperes? Szerintem ez a 12 millió... Nem, szerintem hanem mennyit kapok meg? Jó, ezt a 12.123.073 forintot kapta meg. Tehát ez volt a, finanszírozott így összeg, van, tehát igen. Ezt az összeget utalták át a bankszámlára, annak ellenére, hogy 95.949 svájci frank került bele a szerződésbe. Szerintem a 95.949 9 svájci frank megegyezik ezzel a forint összeggel. Tehát az egyenlő 12.123.073 forint. És akkor, hogyha elosztom, akkor kijön az árfolyam, ugye? Igen. Hogyha elosztom a 12.823. Bíróság kérdésére a felkereső képviselő. A felkereső részére történt folyósítás 12.123.073 forint volt, pontosabban nem a felkereső részére, hanem ugye a beruházó részére folyósította a bank ezt az összeget. Bíróság kérdésére ez a forint összeg megegyezik 95.949 svájci franknal, méghozzá a folyósítás időpontjában fennálló árfolyam alapján pont. És akkor az a plusz 15%-os összeg, ez mire vonatkozik? Tehát, hogy ugye a szerződésben az van, plusz 15%-kal magasabb volt, hogy ezekben nem mondom. Pontosan ez az összeg. Igen, tehát a szerződés rögzít, hogy valamilyen bekövetkező árfolyam változás miatt a finanszírozási igényhez képest 15%-kal növelt mértékben került meghatározásra a deviza kölcsönösszeg. Akkor ez igaz, vagy nem igaz? Ez a bíróság igaz. Jó, és akkor melyik volt az a 15%-kal növelt mértékű kölcsönösszeg, ami a szerződésben meghatározásra került? A 95.949 svájci frank volt az, vagy ennek a 15%-kal csökkentett összege.
ez a szerződésben meghatározott összeg, ez már a finanszírozási igényhez mérten 15%-a az övelt összeg. Azt írja, hogy és azért került megállapítása 15%-kal magasabb összegben a finanszírozási igényhez képest, mert hogy a folyósítás időpontja közötti időszak alatt bekövetkező árfolyam változás miatt. Én azt értem, csak azt kérdezem, hogy nem, ez a svájci fram, ami rögzítve van a szerződésben, ez megegyezik a 12.123.000-ben. Nem 15%-kal magasabb a második bekezdéstől, hogy adósságot adja azt, hogy egyébváltalatlágról megtérőzött, tehát itt a második bekezdés. De bizonyosan a jelen szerződés megkötése, valamint a folyósítási időpontja közötti időszak alapbekövetkezhető árfolyamváltozás miatt a finanszírozási igényhez képest. Igen, a 15%-kal növekvő mértékben kerül megállapításra. Igen, ez a 95.949 svájci frank megegyezik a 12.123.073 forinttal, és ez a felfeles finanszírozási igényéhez képest már 15%-kal növelt mérték. Tehát akkor a forint is növelt érték, igen, és a svájci frank is növelt érték? Igen, mert ez ennél 15%-kal kevesebb lett volna. Jó, ennyit folyósítottak. Ennyit folyósítottunk. 12.123. Bíróság kérdésére alkalmazási képviselő, akinek a szerződés római egyes pontjában rögzített 95.949 svájci frank megegyezik a forint összegben a folyósítási időpontjának 12.123.073 forinttal. Ez mind a svájci frank, mind a forint összeg 15%-kal magasabb a finanszírozni kért összeghez képest. De bíróság kérdésére előadom, hogy a felperes részére 12.123.073 forint került folyósításra. Akkor ez így megfelelősen. Jó, az a felperes részére mennyi pénzt kapott? 12.123.073. Jó. Bíróság kérdésére felperes személyesen nem vitatom azt, hogy valóban a banktól 12.123.073 forint került átutalásra a beruházó bankszámlájára az én lakásom megvásárlásának a finanszírozása tárgyában volt. Ezzel az észrevételem, hogy köszönöm szépen a sincserünket a 95.949 svájci frank a folyósított összeggel ugyanis. Ez alapján a tárgyalat alapján, amit most a felvedestől kapjatam, ez ugye 80.336 svájci frank, az az akkori átfolyam esetlenül sem. Jó. Ha megnézzük, akkor a kínálatok között hol tekszik az el, amit most megnézzük? Bíró, nem tetszik, ez benne van az egyszerű. Hol tekszik el? Ez az elszámolás. Amit megküldöttem, ez az alapjárás. Egy perc 184. oldal, ez az elszámolás. Igen, ez a részletes elszámolás. A felső adatok között. Tisztelt bíró, a 95.000, most végezzem egy volt számítást, a 95.949 svájci frank, ha átszámoljuk a 150,9-es folyósításkor alkalmazott árfolyammal, bár itt a folyósításkor egy tisztességes árfolyam a 154,25, amiben, tehát a folyósításkori árfolyammal nézzük meg, hogy mennyi 99,49, szóval 150,9. Honnan tudja? A táblák, az Erste Banknak az elszámolási táblázatából, de egyébként tehát ez nyilvánvalóan egy olyan adat, ami közérdekű. Az Erste Bank elszámolási táblázatának 184. oldalát. Igen, én ezt tudom. Tessék kapcsolni. Tehát ez a forintosítással megkapott táblázat, amire most nem hivatkoznak? Igen. Folyósításkor alkalmazott árfolyam 150,9. Így van, és ez 14.478 forint az én számításom alapján. 14.478. Igen.
képviselő részvételezem azt, hogy a folyósítás időpontjában alkalmazott árfolyam alapján, ami 150,9 forint volt, átszámolva a 95.949 svájci frank, ez meghaladja 12.123.073 forintot, összegszerűen ez... Még egyszer? Nem, hiszem, hogy 95.949 szorozva 150,9-el, 14.478.704 forint pont. Az alapjelesítettő el, hogy a fősításon az árfolyama 150,9 forint per svájci frank volt. Egy fél pillanat, matekozok. Rendben van. Tehát a 25 per 1-ben egyenlapú mérleket alkalmazza, terben haladva a
kíváncsiuk, nézze meg, hogy veszik a sakrátást, nem hívszik-e rá, ha találkoznak-e valaha? Nem, mert hát 9 évnél biztos, hogy régebbi az értem. Azt szeretném megkérdezni, hogy közjegyzőjén testvény dolgozik most is? Nem. Nem? Már nem. Mettől meddig dolgozik, és ki milyen közjegyzőjén? 2005 és 2009 márciusa között a Parti Tamás közjegyzői irodánál, a Budapest 12-es kerületben. Jó, a közjegyzői iroda, ugye a dr. Parti Tamás közjegyzői irodája közokiratot az Erste Bankkal megkötött kölcsönszerződések kapcsán önök által... Kifoglaltuk közokiratot. Közokiratot volna. Tehát ezek, hát igen, mondjuk kérdésen elhelyez most tartozásra ismerő nyilatkozatok voltak, vagy közok, tehát hogy az egész szerződés magába foglalkozott. Volt ilyen is, olyan is. Mindig a teljes szerződést tartalmazta, annyival kiegészítve, hogy egy végrehajtási záradék és egy kötelezettségvállalási záradék szerepelt az utatban. Értem, és akkor a feltársa nem emlékszik személyesen? Hát, rengeteg ügyletem volt, hogyha jó. Jó, most... ez 2007 októberében kelt, igen, amit szerettünk volna öntől megkérdezni. Ugye nem emlékszik rá, mármint a felkeresre, általánosságban kérdezem, hogy egy ilyen tartozásra ismerő nyilatkozatnak az írásba foglalásánál, a közokiratba foglalásánál általában kik vettek részt? Tehát, hogyha mondjuk ön, mint közjegyző helyettes ott volt, akkor ki volt még ön igényel? Ez többféleképpen zajlott az Erste Bankkal kapcsolatosan. Volt két napra emlékeim szerint, amikor helyszínen voltam, és volt olyan is, hogy egy-egy okiratra ügyfelek az irodába érkeztek. Volt egy oldalú, illetve két oldalú okirat is készült. A két oldalú okiratok voltak a ritkának, azok tényleg cégesek, meg nagyobb értékű szerzők vagy közokiratok voltak, ahol a mindkét fél jelen volt. Egyebekben pedig általában egy oldalú tartozásra ismerő okiratok készültek, ahol én döntő részben csak az ügyfelekkel találkoztam. Tehát amikor a bankban voltam, akkor is hozzá folyamatosan jöttek az ügyfelek, az irodáltal előzetesen elkészített okiratokat olvastam fel, és előfordult, hogy több banki ügyintézőnek az ügyfele volt előttem, illetve az ügyben, és előfordult olyan is, hogy nem is találkoztam a bankos előkészítő ügyfelekkel, viszont minden esetben magánokiratban ugyanazt a szerződést, tehát ugyanazt a szerződést előttük előttet korábban aláírták, nem feltétlenül előttem, és azt foglaltuk közokiratban szó szerint. Értem. Én megmutatnám azt a konkrét közjegyzői okiratot, nézzem el meg, legyen szíves, és ez alapján esetleg visszaemlékszik-e arra, itt ugye a közjegyzőkönyv is tartalmaz jelenlévőket, meg az, hogy ki milyen, hát milyen nyilatkozatot tett, ez egy kötelezettségvállalást rögzítő közjegyzői okirat. Nézzem már egy ilyen színes, és akkor amit ebből meg tud, esetleg visszaemlékszik, vagy meg tud mondani nekem. Ugye ez volt az a közokirat, amikor ugye a Parti Tamás az okirat végén az ön aláírása szerepel, mint közjegyző helyettes, hogy ennek a közokiratnak a keletkezése meg tudja nekem mondani, hogy hol történt, tehát bankmentnál vagy önöknél, illetve ki vett ezen részt, amikor ez írásba foglalása. Én az okiratból azt láttam, hogy ez helyszínen történt. A helyszín az a bank. Igen. A Baros utca 1-3 legépületében, és hát egyedül az ügyfél volt jelen, tehát a felfelelősségben, és akkor kell, hogy jelentek, igen.
Mi mindig egy ilyen különböző szobában voltunk, de attól nyilván nem a munkatársai is ott voltak, csak ők ugye a képítében. Értem. Most ugye ez a közjegyzői okirat tartalmaz egy svájci frank klauzulát is. Ez alapján az okirat alapján először arra kérdezem, hogy konkrét esetről is emlékszik el, hogy az árfolyam kockázattal kapcsolatban bármiféle kérdés, észrevétel a partneres részéről fölmerült-e, vagy ön akár magától valamiféle tájékoztatást ezzel kapcsolatban nyújtott-e? Hát az volt az ügymenet mindig, hogy először ugye azonosítottuk az ügyfelet, és utána pedig felolvastam magát az okiratot, a szerződést, és felolvastam az áradékot is, amiben beismerem a tartozás fennálltát. Esetek nagy részében ugye elmondtuk, hogy meg már előttünk a valamit. Nem, sajnos nem. Megmondom őszintén, egy nap átlag helyszínen 4-5 ügylet volt, és mindenkit jártam ellente két alkalommal, úgyhogy sajnos nem. De általában ezért a metódus. És hát ugye voltak különböző szerződések, hogy előfordult, hogy az általános szerződési feltételeket is tartalmazta az okirat, de ez nem az a fajta. Tehát az ilyen a magánokirathoz a mellékletét képezte. Jó, de általában szóba került el az ügyfelek részéről kérdés, tehát hogy valamiféle ilyen észrevétele kérdés, hogy ráadatom mi lesz, hogyha... Tehát mit jelent az, hogy svájci frank, vagy mit jelent az, hogy deviza alapú szerződés? Mert ilyen kérdések dönlődtek, vagy... Hát ez már nálam, én igyekeztem őket tájékoztatni arról, hogy van egy, tehát hogy az árfolyam és a kamat kockázat az ügyfelette elég főszabály szerint, és az, hogy ugye a kamatokat az árfolyam szerződési feltételben fogadtak szerint a bank ugye módosíthatja. Ez nyilván az ő hozzájárulásuk is kell, de nyilván akkor a szerződés felmondásán keresztül. Ami még egyébként az okirat tartalmaz, és ezt mondjuk a szociális felolvasásban is azért kiderült, hogy ez a svájci frank alapú, ez annyit jelent igazándiból, hogy svájci frankban kerül nyilvántartásra a folyósítás napján forintnak megfelelő összegű tartozás. Tehát amikor mi ezt okiratba és azt megelőzően magánokiratba foglalták, akkor a pontos összeget még senki nem tudta megmondani. Tehát ezért ezekben a szerződésekben és magában az okiratban is egy ráhagyással szerepelt egy svájci frankban megadott tartozási összeg, tehát egy hitelösszeg. És nyilván a pont ennek megfelelően a futamidőre vetített havi törvesztő részlet összege is tájékoztató jellegű volt. Szerintem ilyeneket, még ha valaki kérdezte, és én se tudtam volna elválasztani. Amire én nem tudtam választani, az irányítás vagyok, a bankoshoz továbbítottam a kérdést, de ők se. Tehát azt, hogy mondjuk ennyire el fog szabadulni az árfolyam, és nem senki el tudta. Ennyire előre. És nyilván a svájci frank, hitelet meg alacsonyabb volt az életi kamata, ilyen adott volt az ügyfelek számára is, úgyhogy igen, tehát nem, hogy ezek korábban változnak, akkor nem volt elmondani. Valamit elmondott, utána kérdezhetnek még a mindenfelek. A honvéd esetben nem emlékszem, a vírus alatt a keresett 2017. szeptember 10.
szerződéseket. Az egyik eset az volt, hogy egész szerződés közjegyzői tudatba került, és egy étalaktási záradatot is tartalmazott a szerződés. Volt olyan is, amikor még az általános szerződési feltételeket is belefoglaltuk, és volt olyan is, amikor csak tartozással is meg nyilatkozatot tettek a felek? A tartozással ismerés mindenféle okiratban benne szerepelt, az egy általuk az iroda által hozzá, ami gyakorlatilag megismételte a szerződés kötelet. Nem is tudom, hogy a szerződésről? Ezek mindig a szerződés részéről szerve van, és igazából összefoglalja azt, ezzel a bizonyos védelmegyási zárvedék a egyébként a közérzőnök a 15. oldalán dörgetűvel voltak szerve, ez a római négyes pontra szerv a közérzői okiratnak. Köszönöm szépen. Általánosságban azt tudom még elmondani, hogy két helyszínen került sor a közérzői okiratnak a keretkezésére. Volt olyan, hogy bejöttek az ügyfelek hozzánk a közérző irodájába, és volt olyan is, hogy kimentünk a banki helyszínre. Az okiratok még vagy egy oldalúak voltak, vagy két oldalúak. A két oldalúak azok ritkábbak voltak, általában cégeknek folyósított hitelnél vagy kölcsönnél ragaszkodott a bank ehhez pont. Az elintett közjegyzői okiratból azt tudom megállapítani, hogy a közokiratnak a szerkesztése a helyszínen történt. Az Erste Bank irodájának a Balassa utca 1-3 szám alatti üveg épületében ilyen ketten voltunk jelen, én a közjegyző helyettesként és a felteles. Bíróság kérdésére az általános közjegyzői okirat létrehozása úgy történt, hogy azonosítottam a felet, majd felolvastam az okiratot előtte teljes egészében, és a végrehajtási záradékot is ismertettem. Általában a közjegyzői okirat aláírására már akkor került sor, amikor korábban már a banknál az ügyfél a kölcsönszerződést aláírta. A konkrét esetre nem emlékszem, 2007-ben került sor a közjegyzői okirat szerkesztésére, és én egy napon előfordult, hogy 4-5 ügyletben vettem részt, és évekig hetente két alkalommal jártam ilyen okiratoknak a létrehozására pont. Én igyekeztem az ügyfeleket az árfolyam és a kamat kockázattal egyaránt tájékoztatni. Az okiratok szinte mindegyike tartalmazza azt, hogy az Erste Bank által kötött szerződések svájci frank alapú szerződések, amely azt jelenti, hogy svájci frankban tartják nyilván a követelést, de forintot folyósítanak az ügyfélnek, és amikor ezt a szerződést aláírta az ügyfél, illetve az okiratban fogadására sor került, akkor a pontos folyósítási összeget még senki sem tudta megmondani svájci frankban. Így a hitel összege a szerződésben svájci frankban csak tájékoztató jellegű volt, így az ehhez kapcsolódó törlesztő részleteknek az összege is csak tájékoztató jellegű volt. Abban az esetben, ha valaki kérdezett engem az árfolyam kockázatról, igazából én sem tudtam választ adni nekik, én általában mindig a bankos szakemberekhez irányítottam őket. Utólag már azt tudom mondani, hogy senki nem tudta előre, hogy milyen mértékben elszabadul az árfolyam pont. Jó. Felperesi képviselőnek van egy kérdésre. Igen, szépen. Most az egyszer azt mondja, hogy ideig tartott egész ilyen üzletkötés? Hát ez a terjedelemtől függött, fél óra, három-négy óra. Tehát mindenképpen egy órán belül volt. Igen. Jó, oké. Ez egy 28 oldalas szerkesztmény, 29 oldalas szerkesztmény, és itt azt tetszik aláírni, hogy én alulírót közérző helyettes, mint a meggyőződtem az ügyfél ügyleti képességéről és jogosultságáról, valódi szándékáról, valamint tájékoztatom őt a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, ezt az okiratot elkészítettem az ügyfél előtt felolvastam, majd ezt követően elolvasásra rendelkezésre bocsájtottam tartalmát, megmagyaráztam, mire az ügyfél az okiratával mindenben egyezőnek jelentettek és saját kezőnek a helyét a belefér ez 3/4 órában? 29 oldal. Hát lehet, hogy ez nem éppen nem egy órán belül volt, ezt én nem tudom igazából így megmondani. Nyilván felolvasásra került a szerződés, nyilván gyorsan olvastam. Na de ennyire?
négy, azt tetszett mondani, hogy 4-5 szerződést. Ennyire? Vagy itt arról lehet szó, nem akarom, ez csak kérdés. Nem arról volt szó tulajdonképpen, hogy önöket, mint közjegyzőket kihívta a bank, és gyakorlatilag az általuk megfogalmazott szerződés magának kiratott, közjegyzői okiratba foglalták. Ezt kell, kérem szépen akkor egy jegyzőkönyvben lenni. Amit mondtad, hogy pontosan erről van szó. A magának iratot foglalták közokiratba, semmilyen egyéb, tehát gyakorlatilag azt foglalták közokiratba, hogy szerződést kötöttek egymással a bank és az ügyfél. Így történt? Így történt, kiegészítve a kötelezettségvállalási meg a végrehajtási záradékkal, amit szintén felolvastam. Tehát ezt foglalták írásba, hogy egymással szerződést kötöttek, semmilyen többet tartalommal. A kötelezettségvállalás. Na de hát, miről beszélünk, hogy kötelezettségvállalás? Nem ön, bocsánat, nem önnek, ez csak egy általános egyszerűfuttatás. Azt szeretném még megkérdezni, hogy ugye azt tetszett mondani, hogy itt, vagy itt az van, hogy kioktatta a lényegéről. Az árfolyam kockázati tájékoztatása a fülszolgáltatás körébe tartozik. Tehát gyakorlatilag ez a lényege a szerződésnek. És legyen akkor erről szó közokiratnak. Hol van ebben a közokiratban az árfolyam kockázattól bármiféle tájékoztató? Azt tessék szülesen megmondani. Megmutatom önnek csak, hogy tessék rá. Én értem, csak én azt gondolom, hogy a közokiratban őt arról tájékoztatom, hogy ő mit vár, milyen kötelezettséget vállalt. Az, hogy annak árfolyam és kamatkockázata van, ez egyrészt az általam felolvasott szerződésben szerepelt, másik meg az, hogy ez egy gazdasági kockázat, az nem a jogi kockázat. Tehát ő a tartozás elismerő nyilatkozatával, ami miatt végrehajthatóság miatt kéri a bank a közokiratba foglalást, az, hogy ő elismeri, hogy annyi tartozása van, ilyen visszafizetési határidővel, ilyen esedékességekkel. Az én, tehát a közokiratba foglalások, ez a lényege. Az, hogy ennek milyen gazdasági kockázata van, az szerintem nem a jobb következmények kategóriájába tartozik. Az már a magánokiratban a bankossal létrejövő egyességüknek a témája, vagy a része. Azt tetszik mondani, hogy azt foglalták közokiratba, ami ténylegesen történt, ugye? Igen. Folyósítottak el akkor, amikor ezt önne leírta, hogy 95 ezer, nem tudom én mennyi svájci frankot bocsátottak a rendelkezésére, akkor rajta volt az ügyfél számláján ez a 95 ezer. Ez is benne van a szerződés szövegében, ami szintén felolvasásra került, hogy ez egy fiktív összeg, ez a várható hitelösszeg, ami 15%-kal emelt összegben kerül meghatározásra a szerződésben. Tehát, hogy ez lehet, hogy közokiratot kiállítani álláspontom szerint sem? De benne van, hogy a folyósítás napján érvényesen. Jó, értem. Jó. Attól függetlenül azt gondolom, hogyha benne van, hogy 95.949 svájci frank, és benne van 12.123 forint, akkor azért az ott nincsen összhangban. Tehát ez nem kell tökülni. Itt van benne. Az adósok biztonságos finanszírozása érdekében 95.949 svájci frank összegűkor csődbocsát rendelkezésre. Tekintettel az adósok azon igényére, hogy szerződések egész kettő pontjában egy célra, ez van benne, én ezt olvasom ki belőle. Igen, csak tekintettel. Gyakorlatilag egy olyan adat, az is benne van, igen. Egy olyan adat kerül bele, ami nincs összhangva egymással. Tehát nekünk ez az egyik fő probléma. Hogy itt a szerződés tárgya, elég egyértelműen a HPT 213, nem tudom én, egy A vagy valamelyik szakaszban meghatározza, hogy a tárgyát, a szerződések igenis benne kell, hogy legyen. Ezt leírtuk. Tisztelt úr. Álláspontunk szerint egyébként nagyon friss. Jó, bocsánat, azt mondom utána. Még egy kérdés lenne. Tehát a jogügylet kockázataira ezek szerint, és ezt én nem voltam ott az üzletkötésnél, én csak azt tudom, hogy Andrea nekem elmondott, a jogügylet kockázataira önök ezek szerint semmilyen tájékoztatást nem adtak az ügyfélnek. De nem. Hát azt, hogy én ezt szóban minden egyes alkalommal egyébként elmondtam,
mondtam, hogy ennek árfolyamos kamat kockázata van, ami az ügyfelet tereli. Azt gondolom, hogy ez egyébként meg nem a közjegyzőnek a feladata, hanem már a magánokiratban létrejött. Tehát az én feladatom az volt, hogy ő elismeri azt a tartozást. És ő azzal tisztában volt, felnőtt, nagykorú emberek az ügyfelek, tehát tisztában volt azzal, hogy 15, ha ő ezt a magánokiratot a banknál elolvasta. Bocsánat, hadd mondjam el, én ezt akkor láttam először. Tehát, hogy a magánokiratban ezek mind benne vannak, ezek a kockázatok. És mind benne van, hogy ez hogyan kerül megállapításra, mind a, amit elmondtam, mind a hitelösszeg, és mind a havi törlesztő részlet összege. Hogy ezek várható, fölé kalkulált, hogy ennél csak kevesebb lesz a tartozás, devizában nem tartott összege. Egyéb kérdésem nincsen. A belső kérdésem. Persze nincsen kérdésem. Akkor én csak azt szeretném elmondani, hogy közvédőasszony, akire én egyébként egész más típusú személyiségre emlékszem, én nekem nem volt lehetőségem betekinteni ebbe az úgynevezett magánokiratba. Tehát én ezzel akkor szembesültem, és kérdésemre, hogy ezt elvihetném-e, hogy áttanulmányozzam, azt mondta az a hölgy, akire én emlékszem, hogy erre lehetőség nincs. Tehát én elindultam volna kifelé egyébként. A bank részéről mondta ennek a hölgy? Hát én láttam, hogy ez meghaladja az én befogadó képességemet, és szerettem volna ezt elvinni, és akkor azt mondták, hogy nem jön a következő, és hogy nem tudom, ez már nem lehet akkor utána. Tehát igazából nem volt lehetőségem elolvasni. Na de ez én voltam, mert én nálam már ugye egy magánokiratban létrejött okiratot, amit én előző nap megkaptam. Én viszont nem. Sajnos. Na de az, hogy a banknál mit írt alá, az volt a lényeg. Én a banknál aláírtam azután, hogy ez megtörtént, ez az aktus, tehát ez a felolvasási, vagy úgymond felolvasás, úgymond megmagyarázás, aláírtam valamit, de előttem senki más nem írta alá a bank részéről, hanem elvitték, és postán küldték ki, valaki aláírta. Tehát az a két tanul, aki az előző tárgyáson itt volt, ők írták alá, de ők előtt nem. De most nem, tehát most a közjegyzőtől azt próbáljuk megkérdezni, hogy mi történt akkor, amikor a közjegyző jogilatot foglalt, nyilatkozatot ön megtette. Ez egy másik aktus volt, ezen, ha az én nem voltam ott két. Ugyanaz a napon volt, valószínűleg reggel volt az egyik, utána nem, volt a közjegyző. Ez az egy alkalom volt, amikor a közjegyzővel találkoztam. Igen, azt mondom. De nem volt reggel a banki alkalmazott találjon, és a közjegyző oda ment önökhöz a bankban, és akkor nem, én egy pillanatot írtam alá, amit tőlem elvette, és én csodálkoztam, és hogy nem írja alá előttem senki. Igen. Tehát semmi más aláírás nem volt szerepelt rajta, csak az enyém, és én azt később postán kaptam vissza. Igen. És akkor, amikor a közjegyző előtt volt? Akkor sem jut alá senki. Jó, amikor a közjegyzői okiratot ön aláírta, akkor azt, annak a tartalmát azt látta? Nem. Én akkor szerintem, hát ez alatt a fél óra, három-négy óra alatt azt gondolom, hogy ez elég csak. A közjegyzőtől nem kérte, hogy akkor majd idéhozzá? Igen. A közjegyzőtől? Hát most, hogy a közjegyző vagy a bank, hát már az... Hát mindegy, mert ugye most a közjegyzőt hallottam. Mindenesetre... Most ezt én nem tudom megmondani pontosan, ki volt. Az én úgy emlékszem, hogy az a hölgy, aki akkor ott közjegyzőként működött, hogy egy eléggé határozott és ellentmondás nem tűrő típusú hölgy volt. Most ezt a szemben áll, nem ilyennek látom, nem tudom, hogy ez hogy lehet. Köszönöm, esetleg még nem tudta akkor, hogy megkülönböztetni ki a banki alkalmazott. Dehogy nem. Hát számomra az a hölgy az volt, aki ott mindent... Tehát az egész folyamatot uralta a közjegyző. Az a bankos volt, bocsánat, én nem. Hozzám csak bejöttek közjegyző irodába, és én ott már egy kész okiratot olvastam föl. Tehát ez egy ilyen külön iroda volt, ahol ilyen aláírták ezt a bajtalot, nem tudom, felolvastam ezt a... Igen. Tehát az a hölgy uralta az egész folyamatot, aki ott felolvasta ezt a szerződést? Igen, az egy és ugyanaz a hölgy volt, igen.
pillanatban? Hát igazából valamennyi, az, hogy ezt felolvastam, vagy nem tudom, szerintem ugrált a egy-egy bekezdés között, mert biztos, hogy ezt nem lehetett felolvasni ennyi idő alatt. Ha jól emlékszem, kiemelt egy-két dolgot, amit ő fontosnak gondol, de számomra minden, ami volt, teljesen volt ez az egész szöveg. Hát akkor azt kérdezném, hogy a közjegyző az, hogy látott már látott a leírásokat ezen a dokumentumon? Én a magánokirati résszel nem foglalkoztam. Tehát én csak a közokiratot vittem be, és azt olvastam fel. De azon is több a leírás szerepel. Tehát ez úgy zajlott, hogy előszörnek akkor megkapták ezek szerint a magánokiratot, a interneten keresztül, és akkor ez alapján önök elkészítették a közjegyzőkirat tervezetét. Így van, amit én kinyomtatva vittem a bankhoz, és hozzám az ügyfelek már akkor jöttek, mikor a bankkal végeztek. Tehát ők magánokiratban aláírták, és utána ültek be hozzám, és akkor ők ott egy csomó papírt, folyosítási feltételeket, mindenféléket aláírtak. Tehát ők nyilván lepapírozták az ügyletet, hozzám már akkor ültek be, amikor én felolvastam az okiratot, ott egy aláírás szerepel, tehát a bank, ez egy egyoldalú tartozással is megnyilatkozott, tehát a bank részéről ezt nem írta alá senki. És én ott a helyszínen a hiteles kiadványt ki is adtam, kettőt készítettem, egyet megkapott az ügyfél, egyet a bank. Amit kívánom megkapott előző napon a közjegyzői iroda, az alá volt írva a bank által, hogy ezt önök nézték? Hát ezt elektronikusan küldték meg, úgyhogy én általában az volt az ügymenet, hogy egy napra hívták az ügyfelet. Ők elintézték magának iratba, és utána jöttem én. És nekem tényleg be volt oszva. Jó, ugye önnek nem volt kötelezettsége az, hogy meggyőződjön arról, tehát azt úgy kérdezem, meggyőződött-e arról, hogy azt az okiratot, azt a magánokiratot, amelyet később közokiratba foglalt, hogy azt mind kétfél aláírta? Hát vagy mivel ez egy egyoldalú kötelezettségvel nyilatkozat volt, ezzel nem foglalkoztam. Hát igazából olyan szempontból meggyőződtünk, hogy amikor az irodába, akkor kértük, hogy hozza, amikor bejöttek a közjegyző irodába, kértük, hogy hozza, ott pedig láttam előttem a bankossal. Tehát amikor ők bejöttek a közjegyző irodába, akkor mindig megkértük. Akkor azt láttam, hogy ő a bankos ügyintézővel elintézett mindent, és akkor jöttek hozzám. És amikor a bankos ügyintézővel elintéztek az ügyfelek mindent, akkor a szerződés egy példányát ön látta? Tehát, hogy így megnézték, odaadták önnek, vagy nem? Vagy az önöknek csak az állt a rendelkezésükre, amit interneten ingyen keresztül átküldtek? Igen. Mert valóban úgy zajlott, hogy ott az ügyfélvel aláíratták, és utána, miután több bankos által szignálatot aláírni kellett a magánokiratot, tehát a magánokiratot utána az ügyintéző vitte tovább aláírásra. Jelösen, ha nem merült fel a probléma, hogy az ügyfél nem akarták meg a közokiratot aláírni, mert azt mondták, hogy még nem kapták meg a magánokiratot. Nem. Van-e nézőjét? Nem tudom, tehát nekem ez az egész dolog furcsa, tehát most előttem egy más típusú hölgy áll, mint akire én emlékszem. Hát én meggyőződtem az ő személyazonosságáról. Hogy vajon akkor ki volt az illetőjének? Nekem lenne még egy kérdésem is szerintem. Gyakorlatilag arról nagyon meggyőződött, hogy ez a 95.949 svájci frank került vagy kintolásra az ügyfél felé? Miért győződött volna meg a közjegyző erről? Azt gondolom, hogy mi írja azt elő, hogy a közjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a bank átutalt, mikor ebben is az van, hogy majd a későbbiekben folyósít. Jó, oké, akkor máshol teszem a kérdést. Itt az utolsó négy sorban az van benne, én azt gondolom, hogy tájékoztatott a jogi lényegéről, a jogi következményeiről, az okiratot felolvasta, majd azt követően tartalmát megmagyarázta, megmagyarázta a tartalmát, meg tudott magyarázni a bírónőnek, nagy jelentőség, hogy 29 oldal, meg lehet magyarázni 45 perc alatt? Bocsánat, itt van nekünk szakértői véleményünk, hogy egy ilyen... Igen, én már fejből tudtam a szerződést, tehát meg... el lehet annyi idő alatt, és nem biztos, hogy
háromnegyed óra volt, tehát ezt most csak mondtam valamit, de igazándiból nyilván ügyféltől függött, mert ha láttam az ügyfélen, hogy nem érti, vagy nem látják, akkor azért megálltam. Akinél láttam, sőt volt olyan, aki azt mondta, hogy őt nem is érdekli. Neki azt mondta, hogy nekem ezt föl kell olvasnom, ő azt csinál az irodába, amit akar, én akkor is fel fogom olvasni. Ilyen is volt. Lehet ez minden ügyfél más. De az, hogy ön érti, az nem lehet érti, hogy a másik fél is érti. Már ugye itt a legtöbb ember valamikus betévednek egy közjegyzőhöz, vagy egy közjegyző betéved a bankba, hogy lehet 45 perc alatt vannak szakértők, én nem akarjuk ezt megszakért összekni, de hogy lehet úgy, most hogy ezek van ez a stratonszerződése. Ezt arra mondja, amit az előbb mondtam. A hölgy is, Andrá is azt mondta, hogy maximum 1 óráig tartott. Hogy lehet 29 óránál 1 órán keresztül, amikor van egy szakértői vélemény, és ha kell, akkor megszakértőztetjük, hogy 29 óránál hogyan lehet 1 óra alatt elmagyarázni egy nem laikus, egy laikus ügyfél részének. Még egy jobb végzettel nem sem biztos. Nekem a fölolvasás a feladatom. Föl lehet olvasni 29 óránál egy óra alatt, hogy az ügyfél. Jó, oké. Értem, hogy megértse az ügyfél és elmondja ezt a lényeges tartalmat. De bocsánat, az nem az én feladatom volt. Az a banknak a feladata. Ő aláírt egy okiratot. Valamiért oda ment. Ő pont, tehát ez a hitel folyosítás, amennyire beleláttam, nem az én területem. Kérdésem. Tehát igazából ez egy hosszabb folyamat. Valahol befogadták a hitelkérelmet, meg be kellett nyújtani különböző iratokat. Utána bejöttek. Akkor a bankossal megbeszélték, átbeszélték. Még azt is átbeszélték, hogy 15%-kal emelt összeg szerepel ott, és hogy az majd mindig a folyosítás napján derül ki. Ami nem most lesz, hanem majd 3-4-5 nap múlva a szerződés aláírását követően. Jóvá kellett hagyatniuk mindent. Tehát ez nem egy olyan dolog volt, hogy oda bejött az ügyfél, hirtelen egy órája volt, és aztán ez került okiratba. De pont ezt mondja az ügyfél, hogy pont erről volt szó, hogy egyidejűleg történt meg mindez. És ha itt szeretnénk hivatkozni a C51-ben 2017-es EUB ítéletre, ha EUB ítéletnek most nem tudom pontosan melyik pontja, de talán a 77-78. Szakasza megmondja, hogy kellő időben kell tájékoztatást adni, ez egy nap alatt gyakorlatilag itt mindent el lehet intézni. Én ezt nem hiszem. Jó, közjegyzőhöz, ami ültél. Jó, tovább is. Ha nincs, akkor tovább. Nekem, én csak hivatkoznék most az előző tárgyalásra, amikor a Szetele András nyilatkozott, ő volt a szerződésnek az egyik aláírója, és ő itt azt nyilatkozta, hogy a felperes, ha minden jól ment, akkor egy alkalommal járt bent a bankfiókban, amikor a szerződést aláírta. De semmi nem jutott, hogy jön egyszer járt bent. Senki nem jutott. Hát, mintha az előbb az lett volna, hogy akkor ez több alkalommal nekem nem, volt alkalommal megismerni. Nem van szó, mert arról van szó, hogy elviszük azt, hogy akkor még csak megjegyzik azt nyilatkozta, hogy ekkor került sor a kockázat feltáró nyilatkozat is. Tehát, hogy mindennek az egy órában kellett, hogy legyen besült. Köszönöm. Meggondoltam, hogy nincsen kérdésem. Felperesi képviselő kérdésére közép tanú. Körülbelül fél-háromnegyed óra volt az, amennyit egy ügyfélvel foglalkoztam. Felperesi képviselő kérdésére mondhatni, hogy egy órán belül volt az ügyintézés. Felperesi képviselő kérdésére 29 oldalt felolvasni lehet, hogy nem egy órán belül sikerült, lehet, hogy ez több volt, de többször egy felperesi képviselő kérdésére úgy nyilatkozom, hogy lehetséges, hogy Mennyi időn belül tudja 29 oldalt? Hát úgy láttam, hogy ez több szerződést tartalmazott, több egy záróban mögöttem, egy kötelezettségben. Igen, tehát nyilván ez függött attól, hogy milyen hosszúság. Különböző konstrukciós szerződések voltak. Voltak életbiztosítással volt kombinálva, ezt most nem néztem meg ilyenre, hogy ez. Milyen. Tehát nyilván eltértek. Most mondtam a fél óra, háromnegyed órát, meg fél óra alatt nem végeztem, az biztos. De órán belül lehet vele végezni, hogyha
ügyfelek. Ebben úgy biztos, hogy nem lehet, de egy órán belül már lehet végezni egy ilyen 29 oldalas szerződésnek a felolvasásával. Én annak idején gyorsan olvastam, a szerződés szövegét szinte kívülről ismertem pont. A felteljesítő képviselő kérdésére a szerződés utolsó része tartalmazza azt, hogy a közjegyző helyettes, miután meggyőződött az ügyfélügyeleti képességéről és jogosultságáról, valódi szándékáról, valamint tájékoztatta őt a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, ezt az okiratot elkészítette, az ügyfél előtt felolvasta, majd azt követően elolvasásra rendelkezésre bocsájtotta, tartalmát megmagyarázta, mivel az ügyfél az okiratot akaratában mindenben egyezőleg jelentette ki és saját kezűleg aláírta. Felkeresi képviselő kérdésére, hogyan lehet elmagyarázni a jogügylet lényegét ennyi időn belül, tanul kettős pont. Mi a magánokiratot foglaltuk közokiratba, ehhez járult még hozzá egy kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyet a közokiratban tartalmazott. Én, ahogy már a bíróság előtt az előbb elmondtam ki, oktattam az ügylet lényegéről, az árfolyam kockázattal kapcsolatban is az ügyfele. Azt mondtam, hogy az árfolyam is és a kamat kockázat is fennáll az ügyfél oldalán, és ennek a rögzítése egyébként a magánokiratban is szerepel, amely egy az egyben lefoglalásra került a közokiratba is. Az árfolyam kockázat egyébként egy gazdasági és nem egy jogi kockázat. A közjegyzői okiratba foglalást megelőzően ugye a magánokirati magánokiratban foglalt szerződés aláírásakor a bankja azért már tájékoztatta, vagy tájékoztatnia kellett az ügyfelet arról, hogy mennyi tartozása lesz, és milyen visszafizetési kötelezettséggel ismeri el a tartozását. Pont az árfolyam kockázat lehet a szerződés jogi következménye, hanem gazdasági következménye, a jogi következmény csupán annyi, hogy a közjegyzői okirat zárulékolásával közvetlen végrehajtás vezethető ez alapján az ügyfél ellen, ha megszegi a szerződést. Pont a szerződés kapcsán feltételezem, hogy a magánokirati formában történő írásba foglalással egyidejűleg valamiféle megbeszélést a banki alkalmazottal folytatott az ügyfél, hiszen arról is tudomása volt, hogy a 95.949 svájci frank 15%-kal növelt összege a ténylegesen folyósításra kerülő összegnek, hiszen a szerződés aláírása és a folyósítás között eltelt időszakban az árfolyam változhat, pont felkeresi képviselő, észrevételezem, hogy ebben a szerződésben sok olyan adat van, ami nem valós, pont felkeresi képviselő kérdésére tanul, a jogügylet kockázatáról szóval mindig tájékoztattam az ügyfelet, elmondtam az árfolyam és a kamat kockázat fennállását, pont a további tájékoztatás nem az én feladatom volt. A ügyletet kötő felek, felelős emberek voltak, tisztában kellett lenniük a kockázattal, pont hiszen azt tudomásom szerint, amikor magánokirati formában foglalták, elmagyarázták részükre. Alperesi képviselőnek kérdése a tanúhoz nincs, alperes személyes észrevétele kettős pont. Nekem nem volt lehetőségem korábban beletekinteni a magánokiratba és a közokiratba sem, mármint a tervezetben sem. Amikor én azt tapasztaltam, hogy ez olyan hasznosság és olyan tartalom, hogy ezt olyan részletesebben el kellene olvasnom, a hölgy nem engedte meg, hogy magammal vigyen, pont bíróság kérdésére felteles. Én nem tudom, hogy kitől kértem, én úgy emlékszem, hogy nem a most tanúként meghallgatott közjegyző volt ott, amikor az én iratom készült. Az a hölgy uralta az egész szerződésködési folyamatot, aki felolvasta a szerződést. A szerződés számomra egy alkalommal került felolvasásra, pont a magánokiratot előzőleg én nem kaptam meg a szerződés tervezetet, e
korábban? Nekem akkor nem volt. Én nem voltam van kettős pont. A közjegyzői okira keletkezés az úgy történt, hogy az előző napon én a magánokirati formában foglalt szerződést megkaptam. Ezt a közokiratba belefoglaltam, és ezt láttuk még el egy tartozásra ismerő záradékkal, vagy nyilatkozattal, pont. És akkor a felső képviselőnek nincsen több kérdése. Nincs. Hogy én azt észrevételeztem, hogy nem valós, hanem itt az összegszerűség tekintetében ugye nem a 95.900. Tehát én nem tudjuk a közjegyző helyettesnek, hogy az nem ugyanannyi. Igen. Felkeresi képviselő észrevételezem azt, hogy nem értem, hogy miért nem tűnt fel a közjegyző helyettesnek, amikor közokiratban foglalta a megállapodást, hogy az abban foglalt 95.949 svájci frank nem érkezik meg a 12.123.073 forinttal pont. Erre vonatkozott a nem való, ahogy a szerződés. Erre vonatkozó az a nyilatkozatom, hogy a szerződés több olyan elemet tartalmaz, ami nem valós pont.